A Győri Audi Eto KC eddig hibátlanul áll mind a női bajnokságban itthon, mind a BL-ben. Most nem BL mérkőzés következik, hanem egy bajnoki forduló, és a csapat jobb szélsője Bódi Bernadett áll mellettem, úgyhogy hozzá is fordulok. Mit vártok most a következő találkozótól? Ugye Érdre kell most készülni. Igen, most ez az elmúlt időszak ez kicsit hosszúra nyújt, tehát nagyon sokat utaztunk a BL meccsek miatt, illetve voltak bajnoki meccseink is. Kaptunk egy kis pihenőt, és most új erővel vágunk neki ennek a következő mérkőzéseknek, ami az Érd lesz. Úgy gondolom, hogy hazai pályán mindenki ugye azt várja tőlünk, hogy a két pontot bezsebeljük. Mi meg magunktól azt várjuk, hogy ugye hétről hétre minél jobb formát mutassunk a szurkolóknak, illetve önmagunknak. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, az új játékosok beilleszkedtek ebbe az új közegbe, illetve mi is már megszoktuk ezt az új játékformát, amit a Danyi Gábor vezetőedző kér tőlünk. Egyre jobban el tudjuk sajátítani ezt a feladatot. Mindig szoktatok azért mondani valami kis célt, most az érdelem mi az a cél, amit kitűztetek? Hát nem tűztünk ki most komolyabb dolgot, de a védekezésünkön mindig van javítani való. Szerintem támadásba és lerohanásba ugyanilyen ezt a tempót kell diktálnunk, és akkor nem gondolom, hogy bármilyen gondot jelentene ez a mérkőzés, és nem is kell hogy nehéz feladatunk legyen, mert nagyon jó formában vagyunk, maximum az, hogy most egy kicsit többet tudtunk pihenni, de lehet, hogy ez meg ugye még több energiával tudunk a pályára lépni. Ugye most akkor egy kicsit talán pihentebbek vagytok, a két BL győzelem mennyire spanolta föl most a társaságot? Igen, az utolsó idegenbeli mérkőzésünk az szerintem nagyon jól sikerült. Nem számítottam, hogy ennyi különbséggel fogunk a német csapat ellen nyerni, de nagyon örülök, hogy így sikerült, és a következő feladatunk a pont, ők fognak jönni egy hétfői napon, de most még nem erre koncentrálunk.